A Burkhard Viktoriát nélkülöző fiatal hazai együttes nem kezdte rosszul a találkozót, bár az első három találatot a vendégek szerezték, ezután beindult a hévízi gólgyár. Morácz és Holzbauer szórta a találatokat, és ennek köszönhetően a 10. percben 7-8 állt az eredményjelzőn. Az egyenlítés azonban nem sikerült, a szekszárdiak ismét elléptek, és a 17. percre 5 gólos előnyt építettek fel, majd a félidő hajrájában gyors és eredményes játékuk révén növelni is tudták a különbséget. Az első 30 perc 21-12-es vendégelőnnyel zárult. A második félidőre sem sokat változott a játékképe. A hévízi Csikó csapat próbálta tartani a lépést a nála fizikailag erősebb, gyorsabb szekszárdiakkal, ám a vendégek szórták a gólokat. A 41. minutumban 15-30, az 50-ben 18-38 állt az eredményjelzőn. A szekszárd végül 19 gólos különbséggel 44-25 arányban nyert. A hazai gárdából Moráč és Holzbauer játszott ezen a napon kiemelkedően eredményesen, előbbi 8, utóbbi 6 alkalommal vette be a szekszárdi kaput. A vendégek közül Kavecki volt a legeredményesebb, ő egyedül 16 gólt szerzett. Nehéz mérkőzésre számítottunk, az őszi eredményből kiindulva tudtuk, hogy egy erős, dinamikus, gyors szekszárd lesz az ellenfelünk. Több tényező is nehezítette a felkészüléseinket, betegségek, valamint sérülések. Sajnos a mérkőzésen is történt egy sérülés, ami megzavart minket, de úgy gondolom, hogy a megbeszélteket nem sikerült a pályán megmutatni a lányoknak, úgyhogy összességében csalódott vagyok az eredmény miatt. Megmondom őszintén, nagyon fájt. Nem erre számítottunk, azért tudtuk, hogy a szekszárd egy nagyon jó csapat, futottak, sajnos össze is kikaptunk lent, de megmondom őszintén átrobogtak rajtunk, tehát osztálynyi különbség volt a két csapat között. A lőtt gólt száma az úgy gondolom, az teljesen vállalható, a 25 gól, a 44 az rengeteg a kapott. Hát és a 44-ből szerintem egy 20-25 gól az ígyszerből, amit kaptunk, tehát teljesen mindegy, hogy középkezdésből miből jöttek. Hozzátenném azt, hogy a szekszárdnál azért végig pályán voltak az első számú játékosok, méretbeli különbségek is, fizikálisan jobb csapat volt teljesen.